És láttam, amikor a bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól: jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól: jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény közül a középen: egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól: jöjj! És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyság tételért, amelyet megtartottak, és hatalmas hangon kiáltották: Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha. A telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölödő papírtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg.